Ezeken túl pedig július 1-től a Szabadságtér körben, a Népkör utca a Szolnoki úttal a Szabadságtérig, a Gubodi utca a Szent Imreheceg utcától a Kossuth Ferenc utcáig tartó szakaszán is díjködelesé válik a parkolás. A parkolók az öt darab parkolóautomatát helyeznek ki, az övezetet tábla fogja jelezni. Az övezet bővítése során az egy órára eső parkolási díj összege mindenhol 200 forintra emelkedik. A fizető parkoló egy zónával folytatja működését, ezért továbbra is bármely automatában váltott szervény vagy bérlet, ahogy eddig, eddig is érvényes a fizető parkoló övezetbe bevont utcák összes parkolójában. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy 24 négyzetméteres melléképület csemőben a Pesti úton szerda délelőtt. Az épületben műszaki cikkeket, berendezési tárgyakat tároltak, ezek a tűzben megsemmisültek. A ceglidi hivatásos tűzoltók két vízsugár segítségével oltották el a lángokat, illetve akadályozták meg a tűz tovább terjedését. Az oltás során egy gázpalackot is kihoztak az egységek az égő épületből. A palackot közvetlen hőterhelés nem érte. Látványos szakaszába ért a judócsarnok építése. Az eredeti tervek szerint már nyára szeretnék befejezni az építkezést. Az épület összesen négy küzdőteret, nézőteret, kondi termet, wellness részleget, öltözőket, valamint az előcsarnokot foglalja majd magában. A judócsarnok felépítéséhez a telek közművesítésével járult hozzá az önkormányzat. Maga a csarnok a létesítmény létesítményfejlesztési keretéből valósul meg. 460 millió forintot fordítanak rá. Ez lesz a szövetség legnagyobb fejlesztési beruházása. Szintén a szövetség vállalta a csarnok sportoláshoz szükséges eszközeinek beszerzését. Ez a judocsarnok nem csak az olimpiára készülő válogatottaknak és az élsportolóknak a felkészülését fogja szolgálni, hanem a remények szerint az összes ceglédi kisdiáknak, óvodásnak, illetve cegléd környéki gyereknek a judo oktatásban is szerepet fog játszani.